rendkívüli sikert aratott a virágosítási akció eredményhirdetésének apropóján rendezett program. Az ünnepi esemény résztvevőit Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester, valamint Barta Endre humánügyekért felelős alpolgármester köszöntötte. A díjak átadásában közreműködött Szántó Péter és Motyovszky Mátyás önkormányzati képviselő is. A rendezvényt követően lehetőségünk volt beszélgetni néhány díjazottal is. A legszebb, lakosság által virágosított erkély kategóriában holtversenyben dobogós helyezést ért el Szaksz Ferenc, aki már évek óta részt vesz a kezdeményezésben. Már 10 éve, hogy minden évben benevezünk, és hát szebbé tesszük egy kicsit a saját környezetünket. Amúgy is a virágokat nagyon szeretjük a feleségemmel együtt, a gyerekeim is szeretik a virágokat, és a saját magunk környezetét, tehát amikor kimegyünk az erkélyre, akkor olyan pompásan nyílnak a virágok egész évben, az egy olyan jó érzést ad az embernek. A legszebb közterületi lakossági előkert kategóriában második helyezést ért el Kóbor Etelka. A díjazott elmondta, számára rendkívül fontos, hogy szép környezet fogadja a járókelőket az utcán. Más a környezet, más, amikor kimegyünk az utcára, és ránézünk, és ott vannak a szép virágok, mint hogyha egy szemetes utcát, vagy egy szemetes udvart néznénk meg. Meg az is nagyon fontos az én számomra, hogy amikor kimegyek a kertbe, és látom, hogy az emberek elmennek a kert előtt, akkor mosolyognak, megnézik a virágokat. Anyukák sétáltatják a gyerekeket, és a gyerekek oda jönnek, és megszagolják a virágokat. Ez mind fontos számomra. A legszebb virágosított üzlet, vállalkozás, illetve szervezet előkert kategóriában a dobogó legfelső fokát a Kristály Egészség Stúdió foglalhatta el. Stábunk kérdésére az üzlet tulajdonosa, Asztalos Gizella elmondta, immáron 4 éve vesz részt a kezdeményezésben. Már 4. éve pályázom a virágosított ablak címén nevezett kategóriába. Kell ez az embereknek mindenféleképpen, hogy ne a szürkeség legyen az ablakunkba, és egy kis jó kedvet vigyünk az életünkbe. A városi virágosítási akció eredményhirdetésekor a kategóriák dobogósai mellett külön díjban részesültek a kezdeményezéshez újonnan csatlakozók, illetve azok is, akik már hosszú évek óta vesznek részt a programban.